Jó estét, tiszteltel, köszöntöm Önöket. Kedden este itt az Egyenes Beszédben Rónai Egon vagyok, és két elemzővel, politológussal kezdjük a mai műsort, Kiszeri Zoltánval és Vasari Zoltánnal. Jó estét kívánok. Jó estét. Amit itt az előzetesben is ígértünk a kedves nézőknek, ez a bizonyos 20 évig itt maradó Orbán Viktor, aki bérből és fizetésből élve marad a parlamentben. Ez lenne a mi első témánk, és hát én értem, hogy azt talán egy kicsikét szatirikusan gondolta Orbán Viktor is a pénteki rádióinterjúban, de hát jellemző módon ez azóta is folyamatosan előkerül, a sajtó is felkapta, az ellenzék is felkapta, és nekem olyan érzésem volt, mint Orbán Viktor maga a parlamentben is próbálta volna ezt egy kicsikét magyarázni, ezt a furcsa mondatát. Igen, kicsit olyan, mintha mi elemzők sokat vitatkoztunk az elmúlt években arról, hogy a politikai rendszer Magyarországon hogyan változott, hibrid rezsim, autoritár rezsim, bármi, és hogy ez stabil vagy nem stabil. Most azért látjuk, hogy Orbán Viktor kijelentéséből azért van egy olyan tényleg valóban szatirikus, az ellenzéket kicsit ilyen viccesen fenyegető üzenet, hogy hát akár még történhet egy kormányváltás is, egy olyan politikai szereplő marad, aki később is meghatározza azt, hogy mi történik Magyarországon. Na, szatírát nem láttam. A miniszterelnök ugye elmagyarázta, hogy a bérből fizetésből él, és az azt jelenti, hogy neki csak a miniszterelnöki és a képviselői jövedelme van, ami egy bérjellegű juttatás, és nem tőke jövedelmet vesz fel, mint mások. Szemben a család tagjaival, akik viszont annál inkább. Hát itt róla volt szó, nem a családtagokról. Igen, de hát hogy lehetett kettőt elvonni egymástól? Nem, hát aki vállalkozik, nyilván, hogyha eredményesen vállalkozik, az kiveheti a tőkejövedelmét. Most van ugye pont a mérleg időszak, most nyújtják be a cégek a mérlegüket, és ebből derül ki, hogy melyik cég mennyire volt eredményes, és a tulajdonosok hogyan döntöttek. Ugye ez egy szuverén döntése a tulajdonosoknak. Itt a politikusokról volt szó, és hát ő ezt mondta, hogy ő a képviselői, illetve a miniszterelnöki fizetéséből él. És ez hát így rendben van ez a mondat? De hát igen, tehát azért mindannyian tudjuk, szerintem kormánypárton is ismerik azt, hogy vagy kormánypárti oldalon is ismerik azt, hogy Orbán Viktornak azért kialakult egy olyan köre, akár részben családilag, akár barátilag, aki azért olyan forrásokhoz jutott hozzá, aminek a, hogy mondjam, a jövedelmezősége, a profitja, az, és a közpénz meghaladottsága az ilyen tekintetben azért morálisan is erkölcsileg nehez. De hát amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy neki csak bérből is jövedelmből, vagy utatásból, fizetésből van jövedelme, az kicsit azért, mintha az igazság minden részletét nem fejtené ki. Hát az ellenzék szereti egyébként ezt összemosni, de ha megnézzük, 2010 óta tényleg jobban fut a szekér, az ország jobban teljesít, növekszik, a járvány előtt is. Orbán Viktornak is, hogy érted? Nem, hát ő neki ugye, ő azt mondta, hogy ő ugye neki megvan ez a fizetése. Tehát én arra akarok utalni, hogy a gazdaság, ha jól megy, a dagály minden hajót megemel. Ha jól megy az országnak, minden vállalkozónak jobban megy. És hát az, hogy melyik vállalkozót kit hova sorol a médiában vagy az elemzők, az egy másik tészta. Itt az a lényeg, hogy vannak ugye a bérből fizetésből, és mint miniszterelnök, nyilván neki kötelessége, hogy átérezze az egész országnak a sorsát, és hát ő szerintem erre akart utalni, hogy ő érzi azoknak a sorsát is, akiknek rosszabbul ment a járvány miatt, és hát biztos. Ez a dagály, ez néhány vállalkozott, mint a cunami úgy emelte meg. Hát vannak, persze, de az a lényeg, hogy mindenkit. Valahogy mindenki közel áll Orbán Viktorhoz és köreihez. Nem, hát ugye ez a különbség a 2010 előtti időszakhoz képest, amikor a pénz kiment az országból, amikor a külföldi cégek voltak. Jaj, ne. De Egon, de nézzen. Ez meg. Lenne a különbség? Hát ez egy fő különbség, hogy most az autópályaépítésnél az osztrákok vagy az olaszok-e a fővállalkozók, és a profitot kiviszik-e az országból, és a magyarok csak alvállalkozók lehetnek-e, vagy hogy magyar cégek a fővállalkozók ott, ahol van magyar cég mondjuk egy fővállalkozásra, és a profit nagyobb része itt marad. Ez a világon mindenhol. A magyar cégek ezek voltak éppen egyes emberek, nem? Egyrészt mindenhol egyes emberek. Tehát, úgy értem, hogy ugyanazok az egyes emberek. De nem, de Egon, de mindenhol egyes emberekről beszélünk. Ha megnézzük mondjuk az RTL csoportot, az is egy özvegy. Ha megnézzük a Springer csoportot, de az RTL csoport ember... azért nem egy özvegy, de igen, de értem. De tulajdonosan. Tehát a fő, az a Springer, igen, a fő részvényes a valóban. Igen. Ott is egy emberre lecsupaszítjuk, két és az Angela Merkel nem az országról beszélünk. Tehát, nem azt mondjuk, de amikor az RTL-ről beszélünk, nem azt mondjuk, Angela Merkel barátnője az egyik legnagyobb német média konglomerátumnak a vezető, azt mondjuk, hogy igen, a Springer özvegy. És ott nem mondják azt, hogy Angela Merkel. Szóval csak azt akartam mondani, hogy te most egy vállalatról beszélsz, és nem egy országról, mi pedig azt gondolom, egy országról beszéltünk. Jó, nem arról beszéltünk, ugye, hogy össze megpróbálják az ellenzékiek összemosni a vállalkozókat. Igen, de még azért egy mondatot majd, hogyha lehet hozzáfűzni, azért fontos különbség az, hogy ki valaki közpénzből vagyonosodik, vagy pedig piaci feltételek mellett tud egy olyan versenyelőnyre szert tenni, mert ugye ebben a jobboldali érvelésben mindenképpen benne van az, hogy itt egy nemzeti középosztályt, vagy egy ilyen nagy tőkés osztályt akarnak létrehozni, rendben van, csak hogyha
ezt közpénzből teszik, az előbb, ahogy említettük is, ennek norma szinten komoly problémái vannak. Arról nem tettünk, hogy az uniós fejlesztési források ilyen megjelennek, és bizonyos területen, tehát például az infrastruktúra fejlesztésnél az uniós források vannak többség, nem csak nálunk egyébként. És ott kizárólag két-három ember felel meg az uniós források által támasztott feltételeknek. Magyarország egy akkora ország, nézzük meg, 2010 előtt ugyanaz a két-három cég nyert. Zoli, hogyha 2022-ben kormányváltás lesz, amit Orbán Viktor meglepő módon prognosztizált. Amikor feltévedve, nem megengedve. Ezt nem így mondta, de neked elhiszem, hogy te így gondolod. Viszont ha 2022-ben kormányváltás lesz, te mit fogsz gondolni arról, hogyha az új kormány 4-5 embert tesz pillanatokon belül gazdaggá, mondván, hogy hát csak ők felelnek meg ezeknek a feltételeknek. És ők is a nemzet nem részei. Fogsz kiabálni, hogy csalás? Nem, hát amennyiben a szabályoknak megfelelően fogják elnyerni a beszerzéseket, akkor nyilván nem, hiszen most is, ahogy megkezdik. De hogyha ha neked igazad van, akkor ez könnyen elképzelhető, hogy azt fogja jelenteni, akik most a szabályoknak megfelelően nyerik el sorba az összes közbeszerzést, ők nem jutnak majd szóhoz, hanem mások fogják sorba elnyerni az összes közbeszerzést. Nem, ugye pont onnan indultunk, hogy én azt mondtam, hogy nem szabad összetolni azokat, akik nyernek az adott kormánnyal, a mostani kormánnyal. De lehet nem összetolni? Hát ezt mondom, hogy ez tehát a... Mészáros Lőrincet lehet nem összetorni az adott kormánnyal? Hát biztos, hogy vannak kapcsolatok, én ezt nem akarom vitatni, csak azt arra akartam rámutatni, hogy itt mindig azt mondják, hogy Mészáros Lőrinc Orbán Viktor barátja, de nem beszélnek úgy az RTL klub tulajdonsáról, vagy beszélhetnénk akármelyik nyugati nagy cégről, hogy Berlusconi barátja, hogy Sárközi barátja, hogy Joe Biden barátja. RTL klub tulajdonosa nem egy ország kormányából él, hanem a piacról. Hát ott is, ha megnézzük, azért vannak piaci közbeszerzések. Együnk szólt vasárnap. Különben, hogy de nekem nem dolgom, mert vitatkozik, hogy tiéd a szó. De csak annyi, hogy emlékeztek a telefonkönyv lecserélése vonatkozó kijelentésekre korábban. Tehát, hogy pont amivel kezdte az Egon a beszélgetést, ez a meddig marad Orbán Viktor meghatározó szereplője a politikának, ez kicsit most olyan volt, mint hogyha ha már nem leszek kormányon, is sem kell lecserélni a telefonkönyveteket, mert hogy akkor is megvan az a rendszer már, ami kialakult gazdaságilag. Ez, amiről beszélünk ugyancsak hónapok óta, ami van egy ilyen második állam, ami szinte lebonthatatlannak tűnik ellenzéki szempontból. Ez is lehet, hogy csak szerinted egy ellenzéki narratíva, de hogy mégiscsak úgy tűnik, mintha a háttérben működik. Ehhez képest Jakab Péter folyamatosan arról beszélt a nap itt az Egyenes beszédben előtte a parlamentben is, hogy ennek börtön lesz a vége, és azok, akik a Fideszes körök meggazdagodásában részt vettek, azok joggal tarthatnak ettől. Ezzel mi a véleményetek? Nem, hát az előbb arról beszéltünk, hogy aki jogosan nyeri el azt a megrendelést, annak nyilván nem kell semmitől tartania. Aki meg stiklizett, annak nyilván viselnie kell a felelősséget. Tehát ebben szerintem nincsen vita. Az meg, hogy Jakab Péter most éppen a hardcore-nak játszik, és most a kisdühös embert eljátsza ebben a cirkuszban, az meg az ő egyéni produkciója, mert egy éve pártelnök, szeretné felhúzni a pártjának a támogatottságát, hogy majd amikor a befutó helyekről vitatkoznak, akkor ne 4, hanem mondjuk 5 vagy 6 helyet kapjon. De a Momentumnak is ez a programpont igencsak megtetszett. Ezért Fekete Győr, meg Jobbik, meg a többiek most egymást akarják túlharsogni. Abban nem az lesz a vége, hogy ez lesz valóban a szándékuk? És akkor van mitől tartani a hiányoknak? Tudjuk, hogy az elszámoltatás az eddig időszakokban sem volt túlságosan sikeres. Tehát, hogy viszont a másik, hogy kétségtelen tény, az ellenzéki pártok joggal érzik, hogy a saját választóik igénylik azt, hogy ezt a fajta igazságtalan forrásosztást valahogy kompenzálják. Az kétségtelen ugyancsak tény, hogy az ellenzéki pártok nem tudják megmondani még azt, hogy jogilag ez hogyan lenne kivitelezhető egy választási forduló esetén sem. Ugye ezt láttuk valóban 2010-ben, sőt már 2002-ben is a kormányváltásokat követően nagyon komoly fejtörést okozott, és hát gyakorlatilag igazából semmire nem jutottak az új kormányok a korábbiak vélt vagy valós ügyei kapcsán. Alig-alig történt valami végül. Amit bizonyítani lehet, azt lehet vádemeléshez elvinni. Ugye itt szokott lenni a probléma, hogy ezért mondom azt, hogy a média, főként egyébként a balliberális média gyakran felelőtlen, amikor kipécéz embereket, vagy most is egyébként a mérlegbeszámoló időszakában is, hogy most a címlapra hoznak egyes a kormányhoz köthető embereket a cégeik teljesítményét, és persze nyilván ez itt jönnek ezek a Jakab Péterek, mások, akik ezt így megpróbálják ugye felhabosítani, megpróbálnak ebből politikai tőkét kovácsolni, és ugye utána van a csalódás egyébként pont az ellenzéki szavazók körében. Miután, hogyha törvényesen történt a megrendelés, vagy akár a pályázatot, közpályázatot is elnyerte valaki, akkor azt nem lehet. Ugye? Zoli, de ezt lehet tekinteni egy ilyen baloldali habosításnak a nyilvánosságban, de közben a társadalom egy jelentős része úgy érzi, hogy itt óriási osztalékok lesznek hirtelen fölvéve, és nincs mögötte valós teljesítmény. Pont az, amit beszéltünk az előző vita részben, hogy ha nincs piaci verseny, ha vannak leosztott szerepek, és a forrásokhoz így lehet hozzájutni, abban van egy igazságtalanság, amit joggal használ ki üzenetként az ellenzék ilyen tekintetben. Ugye ebben az a nehézség, hogy ez nem fel
feltétlenül teljesítmény nélküliséget jelent, hanem verseny nélküliséget. Tehát nagy valószínűséggel azt, amire vállalkoznak ezek a kormány közvének mondott vállalkozók egy-egy tender kapcsán, azt teljesítik is. Ez lesz a jog problémája adott pillanatban. Igen, hát erre billegtethetjük a fényeket, ezt bizonyítanunk kell majd, hogyha nem ezt érezzük. De ugye nincs verseny, tehát a másik oldal ugyanezt a megmérettetést nem kapja meg, mert ahogy Zoli mondta, le vannak osztva a szerepek. Hát én nem tudom, hogy le vannak-e osztva, én azt látom, hogy kiírják a pályázatokat, egy bizonyos összeg fölött európai szinten is ki kell írni, pont azért egyébként, hogy ez a verseny megjelenjen, de akár európai szinten is meg kell jeleníteni bizonyos közbeszerzéseket. Tehát én azt látom, hogy van verseny. Az más kérdés, hogy hányan pályáznak. Egyébként Magyarországon sajnos nagyon sok olyan pályázat van, ahol nem is pályáznak többen, csak egy vagy kettő, hát, vagy. Mert három. Úgy van kiírva az a pályázat, úgy van megfogalmazva, hogy ne lehessen másnak pályáznia. Hát az, vagy így van kiírva, vagy nem, én ezt nem tudom, de az a lényeg, hogy. Ettől nem érvénytelen, persze, csak... De hát, ha megvan ezért mondom, ha megvan a teljesítmény, vagy hát nyilván legyünk őszinték, atomerőművet se tudnak mondjuk 100-an építeni Magyarországon, arra van egy vagy két cég, és akkor ők pályáznak. De a háttér beruházást meg tudna csinálni más is mészáros. Meg nem is mindenki akar atomerőművet építeni, igen, kétségtelen tény, de hogyha már így van. Jó, csak ugye vannak kicsi ország, van, amire csak egy vagy két cég képes, van nyilván, amire többen is pályáznak. Tehát én azt látom, hogy van pályáztatás, és hogy ahol többen jelentkeznek, ott verseny. Az biztos, hogy tényleg a kormány mindig elmondja azt, hogy ezeknél a közbeszerzéseknél most már 2-3 pályázó van, de ez azért mindenki, azt is szerintem mindenki tudja, hogy a korrupciós fertőzöttséget nem ez változtatta meg, vagy nem javított igazából. De biztos, hogy ha most transzparenci adatokat mondanánk, akkor te avval nem értenél egyet, és akkor egy ilyen végtelen vita. Egyébként ilyen hasraütéssel csinálják, hogy megkérdeznek 10 szakértőt, a saját körükből kérdeznek meg szakértőket, és a saját körükből megkérdezett szakértőket. Zoli, de ez nem így van. Tehát, de, akkor más, de nem. Tehát, hogy megkérdeznek banki szakembereket, akik ilyen át, tehát, hogy akik részt vesznek egy közbeszerzési eljárásban anonim módon, és megkérdeznek egy hangulati indexet, ebből a kettőből tesznek össze egy korrupciós fertőzöttséget. Lehet ezt bírálni, tehát minden sem, nincs tökéletes mérés, de hogy kétségtelen tény, azért a transzparent az Európai Bizottság is elfogadja. És hozzáteszem még azt is, hogy 2010 előtt Orbán Viktor is elfogadta. Igen. 2010 óta van vitája, de valószínűleg minden kormánynak vitája van a Transparency-vel is, hasonló szervezetekkel kormányra kerülése után. Köszönöm szépen. Köszönjük.